The more you know who you are and what you want, the less you let things upset you. Sziasztok! Péntek van! Néhány óra múlva itt van a hétvége. Egy újabb csodálatos hétvégeinek nézünk majd elébe. Most viszont úton vagyok az edzőterembe. One hour later. Nem tudom, hogy meséltem-e már nektek. A legelső alkalommal, amikor elkezdtem járni edzeni ebbe az edzőterembe, akkor a legelső órán, három év nem mozgás után egy picit megtereltem a szervezetemet, és konkrétan beleálltam a kukába az óra végén. Van három youtuber, akiket én is követek. Az egyiknek a fejéből kipattant, hogy mi lenne, hogyha a török légitársaság egyik nagy rakományszállító gépét kikölcsönözné. A kezdeményezés igazából azért történt, mivel Szomáliában nők, gyerekek éheznek, és azonnal szükségük van élelemre. És ezt a repülőgépet megtönnék kb. 60 tonna élelemmel. Rizssel, meg különböző kajákkal, és azt elszállítanák ezeknek az embereknek. Na most ez a kezdeményezés odáig fajult, hogy több más youtuber is beszállt ebbe a kezdeményezésbe, és Ben Stiller is köztük van, tudjátok, az a mókás fickó a vígjátékokból, és azt tűzték célul, 10 nap alatt gyűjtsenek 2 millió dollárt, ugyanis körülbelül ennyi az értéke annak a 60 tonna élelmiszer rakománynak, amit ez a repülőgép ki tud szállítani egy alkalommal. A török légitársaság beleegyezett, elindult a gyűjtés egy oldalon, amin most, mai nap, eddig a pillanatig körülbelül 2.309.037 dollárnál tart. Láthatjátok. Ők azok a youtuberek, akik ott van Ben Stiller, Casey Neistat, ő Jerome, ő neki a fejéből pattadt ki az ötlet. Ők mindannyian készítettek egy videót, egy 2 perces videót, amiben megkérik a közönségüket. Most annyit tudni kell, hogy nekik a közönségük ilyen milliókba számolódik. Megkérték, hogy adakozzanak eme nemes cél érdekében. 10 napjuk volt arra, hogy összegyűjtsék a pénzt. Ez sikerült is. A mai napig, ha jól látom, akkor 2.309.037 dollár gyűjt össze. Na most azt akartam ebből kihozni, hogy mekkora ereje van a közösségi médiák. 10 nap alatt olyan szépen össze lehetett gyűjteni ezt a pénzt, hogy igazából összesen nem is 10 nap alatt gyűjtötték össze, hanem csak 6 nap alatt, és 81.747 ember volt, aki adakozott. Szerintem ez tök jó, ez a kezdeményezés. Remélhetőleg Magyarországon is látni fogunk még ilyen megmozdulásokat. És megyek haza évvégéért, aztán irány a csempebolt, ugyanis megjöttek a csempék, amiket a múlt héten rendeltünk. Tudjátok, a marosparti fürdőszobához. Hú, itt rendesen szauna érzés van. Rendesen szauna. Mi a helyzet? Megvannak a csempék, most várunk, aztán elmegyünk a cukrászdába, nézzünk valami tortát, mivel délután megyünk Apátfalvára a vendégségbe, Mihálynak születésnapja van, és nézzünk neki valami tortát. Hát, és gyertyát is kell venni. De Misi, ha nem találunk tortát, akkor tudd, hogy a szándékunk megvolt, de lehet, hogy nem lesz. Jó hír, hogy megvan a torta, most viszont levisszük a cuccot a marospartra, mert nem fogjuk itt a kocsiba cipő előészni. A tegnap előtti edzés úgy készített a lábamat, hogy minden egyes lépés olyan, mint hogyha 100 késsel így forgatnák így az ember lábába. Durva. Megvagyunk a pakolással, most már megyünk vissza a cukrászdába, felveszük a tortát, és utána megyünk is.
Megvan? Neki. Itt vagyunk, megérkeztünk. Szerintem ideben nem fogok vlogolni. Nem tudom, hogy fog alakulni ez a délután. Tudjátok, mi ez itt a hátam mögött? Köcsögfa. Nézzétek, mekkora birkát, vagy nem is tudom, mit találtam. Durva. Hello. Sziasztok. Yeti. Itt a Yeti. Köszönöm szépen az időteket, hogy ma is velem tartottatok. Ennyi volt a mai vlog. Ha tetszik a vlog, és most nézel először, akkor ne felejts el feliratkozni a YouTube csatornámra, hogy ne maradj le egyetlen egy részről sem, mert hogy minden nap töltök fel egy videót. Mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, találkozunk holnap. Sziasztok!